Bolega László dalszövegíró, zenész, a Képmás együttes frontembere ül velem szemben a stúdióban. Örülök, hogy itt vagy nálunk. Hát nagy szeretettel köszöntöm én is a Bólum Televíziónak a nézőit itt a adventi időszakban és a adventi készületnek az idejében már, és én is pont emiatt is nagyon megtisztelőnek érzem, hogy újfent eljöhettem és képviselhetem a társaságot itt a televízióban, és ráadásul nagyon kellemes ismerősökkel volt szerencsém találkozni, mielőtt bejöttem, itt a megyés püspökünkkel, Palánki Ferenc püspök úrral, Kocsis Tomi barátommal, hozzá nagyon régi dolgok kötnek Nyíregyházáról. Úgyhogy nagyon jól indul a délelőtt, remélem így lesz a nézőknek is. Nagyon jól hangzik ez a kis kezdés, és hogyha már múlt idézünk, akkor beszéltünk arról, hogy megjelent nektek egy lemezetek, van egy Város a szívemben címmel, amelynek a lemezbemutató turnéját is. Hagyja, hogy még megtartottátok, de még azért a jövőben is várhatnak a nézők ilyen és ehhez hasonló koncerteket. Igen. Hát hol találkozhatnak veletek? Ez a lemezbemutató koncertsorozat, ez tulajdonképpen tavaly indult egy éve novemberben, és most zártuk le ezt az éves körutat Kisvárdán, a Művészetek Házában november 29-én, ahol a meghívott vendégünk Gerendás Péter Lisztdíjas előadó művész volt, illetve a helyből is szoktunk mindig meghívni tehetséges fiatalokat, ilyen volt például Ajakról, illetve a Kisvárdai Szent László Katolikus Gimnáziumnak a tanulója, Juhász Barbara, valamint egy kedves barátunkat Hajdúsámsomból, aki egy nagyon ügyes népdalénekes hölgy, Farkas Valéria. És hát ezen kívül még pluszban, mivel egyfajta pasztorációt is folytatunk a térségben a munkáinkkal, ezért mindig igyekszünk gyerekeket bekapcsolni, és a Szent György görögkatolikus általános iskolának a diákjai is felléptek velünk. Van egy kólónk, ez a Járjuk a tábort. Eredetileg gyerekeknek írtuk, csak annyira jól sikerült, hogy aztán a repertoárra tűztük, és a felnőttek is nagyon szeretik. És ennek van egy koreográfia, és amikor mindig meghívjuk a aktuális városban a gyerekeket ebből az iskolából. Hát ez így történt Kisvárdán, a Szent György görögkatolikus általános iskola diákjai működtek még közben. Úgyhogy ez egy nagyon teljes egész estés, hát egy két órás izmos előadás volt. Mennyire könnyű a gyerekekkel együtt dolgozni? A gyerekekkel nagyon jó együtt dolgozni, ők nagyon, nagyon vevők mindenre. Tehát itt a tévhit ellenében ugye most sok ilyen beszélgetésem volt fiatalokról, gyerekekről, hogy a maiak, és így, és úgy. Velük semmi gond nincsen, ők azt gondolom nagyon nyitottak. Inkább az a gond, hogy túl sok minden van, túl sok felesleges dolog van, amivel terhelik őket. Nyilván nekik is, mint a felnőttek is érzik, egy felgyorsult világba érünk, rengeteg információ, hát ez a szokásos, kötelező dolog, nem akarom végigmondani, mert ezt mindenki tudja, érzi. Hát ugyanígy van ez, nem csak a felnőttekre, hanem a gyerekekre is ugyanígy hat ez, de mi nagyon szeretünk velük dolgozni, mindig ezt tudom mondani, ez mindig tényleg szervezés kérdése, hozzáállás kérdése, illetve hát igyekszünk mindig a gyerekekkel, most is egy pásztorjátékra készülünk, 50-60 gyerekkel dolgozunk együtt, énekkar, szereplők, zenekar, karnagy és a többi, hitoktató kollégák. És hogy itt is elmondtam a felvezetésben, amikor elkezdtük a próbafolyamot, ez egy 3 hetes próbakurzus, és úgy áll össze 24-én ez a pásztorjáték. Külön csoportokra vannak bontva, külön a szereplők, itt a pásztorokkal egy kolléga próbál, a narrátorral és nem tudom kikkel megint külön. Szóval szépen ki van találva a tematikája, akkor külön a hagyományos népi énekeket a karnagy úr veszi velük végig, mi a könnyű zenei énekeket Kalákától, vagy vannak olyan egyházzenei is jelenőnek olyan karácsonyi énekei, amit beleépítünk, vagy saját énekek. És akkor ez így épül föl, nagyon jó mozgathatóak. Ez mindig a hozzáállás kérdése, hogy hogyan teszem a dolgomat, meg hogyan állok hozzá, amit én nem kétlek egyébként, hogy nyilván nagyon nehéz, amikor az ember itt heti 26 vagy akár 30 órát megtart, de hát valahol, ha valaki ebbe áll bele, akkor ez a kötelessége aztán pont. Igen, vagy ugye ugyanígy ezen a 20-25 órán részt vesznek a gyerekek, emellett még van nekik kötelező testnevelés, nyelvóra, egyéb délutáni foglalkozások, és sokszor a zenei nevelés az így elsikka, de ez most nagyon szép, tehát hogy a zenei nevelés és a hitoktatás is kéz a kézben párban jár, és ők is így készülnek az ünnepre. Jönnek azért visszajelzések felétek, hogy ez miért jó nekik? Hát ilyen gyerek száj. Tehát a visszajelzések azok alapvetően mindig nagyon pozitívak.
amúgy is egy ilyen kiemelt pontja az évnek, ugye az advent, illetve a karácsony, tehát ez tényleg egy olyan, már most ugye nagyon-nagyon sok évszázada, de talán még a keresztény idők előtt is valahol valóban így van ez a téli időszak, ez a téli napforduló hangulat, hogy tényleg van egy ilyen rezgés a levegőben, és mindig ezt éljük meg 24-én este, hogy valóban a cél, amit kitűzünk, hogy ugye azért van egy vers a szívemben, ugye, mert a gyermek Jézus ugye a szívünkben születik meg időről időre, és ugye ez tényleg megvalósul. Úgyhogy ennél jobb visszajelzés szerintem nem kell. Arról nem beszéltünk, hogy hol fog ez megvalósulni a szívünk mellett, helyileg. A Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban, és végül is az egész őszi téli koncertsorozatnak ez a végállomása. Tehát ezzel zárul ott, mert még 22-én egész nap játszunk, és 24-én van ez a pásztorjáték, és azzal fejezzük be a koncerteket, meg az ilyen előadásokat. És gondolom, hogy a gyerekeket amúgy nehéz összehangolni, de legalábbis a munkájukat, meg hogy egy helyen legyenek egy időben, de ezért 24-e felé közeledve csak sikerül. És akkor találkoztok különböző generációkkal. Úgy értem, hogy a karácsony, a várakozás biztosan teljesen más egy középiskolás számára, mint egy alsó-felső tagozatosnak. Te hogy látod ezeket a várakozás szakaszokat? Én inkább pont azt veszem észre a matinék alkalmával is, hogy ez az időszak, amikor teljesen mindegy, hogy milyen korosztályról beszélünk, ez mindenkinél átmegy. Kicsiknél, kisiskolásoknál, óvodásoknál, felsősöknél, gimnazistáknál, fiatal felnőttek, középkorúak, idősek, ez mindenkin átmegy ez a dolog. Tehát, hogy én azt látom mindenhol, minden szegmens pozitívan fogadja, meg bekapcsolódik tulajdonképpen ezekbe az előadásokban. Most is például holnap, hogy Rakamazon vagyunk meg Tarcalon, Rakamazon összevont előadás lesz, óvoda és iskola alsó-felső, pont azért, mert jól veszik. Mivel készültök számukra a matinében? Hát a matiné repertoárja az úgy áll össze, hogy vannak benne a saját dalaink, ez az említett Van egy város a szívemben például, vannak benne Grillus Vilmosnak nagyon ismert dalai, mert nem lehet elhagyni, tehát azt vettük észre, hogy a Grillus Vilmosnak a mi vidékünkön is a dalait, az tulajdonképpen, ahogy elkezdi az ember, azonnal a tanároktól, nevelőktől kezdve mindenki énekli, tehát ez olyan szenzációs elnézést élmény, és emiatt nem hagyhatjuk ki a repertoárból. Vannak népénekek, tehát amelyek a klasszikus népénekeket is, hogy a gyerekek ezzel is találkozzanak, tehát amiket a templomban, a liturgiában is éneklünk, és ezek a húros hangszerekre picit a Vilmosnak a módszertanával dolgozva át vannak ezek hangszerelve, vagy mint a kaláka is művelt, ugye ezekkel a népénekekkel ebben a metódusba, ezt a metódust alkalmazva hangszereljük őket, tehát így állnak össze a repertoárnak a dalai. Fontos azért, hogy a gyerekek számára, hogy fülbemászó legyen, és körülbelül a második hallásra már úgy láttuk mi is, hogy dúdolgatják, táncolnak rá. Ez a fajta ráhangolódás később jó lesz nekik? Most nem csak a karácsonyra gondolok, hanem a zenei nevelésükre is, hogy minél kisebb korban megismerkednek a zenével, ennek a gyógyító, jobbító oldalával. Mindenképpen ugye most ezen a kékfehér felületen most számtalan ilyen cikk van, ugye, hogy miért jó a hogyha pont most nemrég olvastam, hogyha a gyerek jár zeneiskolába, mert ugye akkor az ellazítja és rengeteg olyan hatása van, és közben a logika meg... Szóval itt erről nagyon sok komoly cikk van, de ezek persze mind így vannak, és ezek valóban, én is magamon is érzem azt, hogy van egy ilyen tevékenység, amit folytat az ember, sokkal kiegyensúlyozottabbá válik tőle az ember, mert úgy kiénekli magából a dolgokat, ki zenéli, ki játsza magából azokat a örömöket, fájdalmakat. Valószínűleg így van ez a gyerekeknek is, de mondom még egyszer, nem okosabb emberek cikkeznek erről mostanában, ez nagyon divatos lett. Hála Istennek persze, hogy felhívják a figyelmet. De nekünk elsősorban az a célunk, hogy például egy adventi időszakban, és ezért is szeretik a társaságot, egyébként az állami intézmények is, tehát nem csak egyházi, sőt, nagyon érdekes, szinte több előadásunkban állami intézményben, mint egyházi intézményben. Tehát ez most is így van ebben az időszakban, hogy több állami iskolában és állami óvodában fordulunk meg, mint egyházi intézményben. De ez egy öröm számunkra. Megvan a misszió része, megvan itt is a pasztorációnak a része, és azt látom az állami intézmények vezetőin, nevelőin is, hogy azért szimpatikus nekik, mert tényleg hiteles. Tehát nem az van, hogy ez egy ilyen haklira felfűzött sorozat jó pénzért,
Persze megvan a költség része is, meg nyilván kapja meg mindenki, ami jár, mert itt vannak képzett zenészek, stb., meg ez egy produkció. De hogy azért azt mindig kiemelik mindenhol ezekben az állami intézményekben, ami külön öröm, hogy ez nagyon átjön, hogy mi ebbe benne vagyunk. Tehát ez nagyon érződik, ugye ez nem egy betanult dolog, hogy most karácsony van és akkor passzoljuk el a terméket, hanem itt ez nagyon átjön, hogy itt mi ebben működünk, ebben dolgozunk, ebben élünk tulajdonképpen hát gyerekkorunktól vagy fiatalkorunktól. Értem. És talán a katolikus iskoláknak megvan a nagyobb felülete találkozásra, míg a... Nem, ezt semmiképpen sem pejoratíven értettem, tehát hogy ez nem pejoratíven hangsúlyoztam ki, hogy több. Én örülök is neki, nyilván egyrészt amiatt, hogy az egyházi iskolákkal is megvan a kapcsolatunk, ott is megvannak az átfedések, most a püspök úrral beszélgetek, hogy ezt egy Gesztréden is van egy egyházi intézmény, 19-én leszünk, december 19-én, Máté Szakán is, egy görögkatolikus intézményben leszünk, tehát vannak. Ez egy ilyen valahol a mi részünk is egy picit ilyen tudatos dolog is, hogy még egyszer mondom, hogy megvan a missziónak a lehetősége az abban, hogy ugye nem feltétlenül a saját berkeinken, mert ugye ez egy picit olyan érzetet adhat, hogyha a saját berkeken belül mozogsz, mint tudod a Rocky filmben, amikor mondja a Mickey, hogy tudod, hogy hát elj ki a Mr. T ellen, mert így pépével, és akkor én mondta, hogy dehogy is, hát én kemény vagyok, és akkor mondja neki, hogy hát bundázott volt minden meccs. És ugye utána csak leveri a Mr. T, és ugye mi is így vagyunk ezzel a dologgal, hogyha a belső berkeken belül mozgunk csak, akkor nincs kihívás, elpuhulsz, és ugye nem fogsz tudni reagálni úgy, ahogy kell egy éles helyzetben. És akkor zokon fog esni, hogy hát miért nem reagál? Azért, mert egy teljesen más szituáció. Vagy megint más szituáció, amikor elmegy mit tudom, egy Tuzsérre, és akkor egy nagyon jó társaság, közösség, nevelők, óvodások, iskolások vannak. Ez egy borzasztóan hátrányos helyzeti település. A rendszeres óta ugye, hogy ott a vasút és a többi ott mindent ugye legyalultak. És tulajdonképpen ugye a diákok többsége roma, és nagyon érdekes volt ott is játszani, muzsikálni, és velük együtt énekelni, bekapcsolni őket, megmozgatni őket. Ez egy feladat, tehát az embert nem azért fizetik, hogy ugye eljátsza a nótákat, hanem itt azt várja el egy alpolgármester, vagy egy intézmény, vagy bármi, hogy ott azok akkor énekeljenek, mozduljanak meg, mozogjanak, stb. És sikerült őket megmozgatni, és nagyon élvezték, szerették a dolgot. Tehát azért ez egy nagyon összetett dolog. A feladat szót használtad, de ugyanakkor ma már elhangzott a misszió is. Inkább misszió az, amit a Képmás zenekar ezekkel a matinékkal és az előadásaival felvállalt. Nektek a zenekar tagjainak mit jelent ez a fajta útonlevés, ez a sok látogatás különböző hátrányos helyzetű falvakban? Mit tesz ez a ti karácsonyotokhoz hozzá? Én nagyon élvezem minden percét, minden pillanatát, azt is élvezem, hogy van erre lehetőségünk, és annak meg külön örülök, hogy a mi térségünkben, mert mindig szoktam mondani, és ez sem rosszallóan persze, most pont hallottam, hogy Budapesten lesz egy jótékonysági koncert, aminek nagyon örültem, hogy pont a mi térségünknek ajánlják ezt föl, és ez annyira jól esett, mert mindig az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy gyűjtünk ennek, annak, amannak, ami egyébként nagyon hasznos és kell, és azt gondolom, hogy ez így, szóval tényleg a magyar emberek le a kalap el előttük, hogy számtalan kampányt láthattunk már most ugye itt ezen a kékfehér felületen és ezeknek a beteg gyerekeknek, ez egy szenzációs dolog. De hogy lokálisan mindig az volt a gondom, hogy nagyon kevés olyan helyzet van, persze most ezt sem akarom itt így tisztelt a kivételnek, ugye, mert vannak még kivételek is, de hogy én mindig azt tudom mondani, hogy mondjuk ugye a saját társaságunkban, akár a mecénásainknak, stb., hogy szóval hát itt azért Szabolcsban, Borsodban, Hajdúban is, hát van nagyon sok hátrányos helyzetű, szegény sorsú ember, család és stb. Lehet, hogy nekünk ide kéne koncentrálni. Tehát üdvös az, hogy adjunk a határon túlra, meg mindenhova, világos, csak ne feledjük el a mi térségünket sem, és én ezért örülök ennek, hogy meg tudjuk ezt valósítani, pláne úgy, hogy tényleg azért alapvetően a költségvetéseket úgy állítjuk össze mindig, hogy ez tényleg a legutolsó faluba is el tudjuk vinni ezt a dolgot, pont azért, hogy ott is találkozhassanak vele a diákok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk. Minél több koncertet és csillogó szemet kívánok nektek az ünnepekre. Nagyon szépen köszönjük, pedig mindenkinek jó készülődést és áldott karácsonyt kívánok.